Szevasztok! Köszönöm mindenkit ebben a nagyon fontos történelmi pillanatban, amikor egy új állam alapul meg Budapest közepén. A helyzet az, hogy elégedetlenek vagyunk az ország állapotával. Választás meg ugye még elég sokára lesz, meg mindegy is itt Magyarországon, hogy lesz a választás. Egy megoldásnak azt találjuk ki, hogy kiadjuk a saját államunkat, ami ezen a részen lesz majd. Megnézzük, hogy kell államot alapítani. Kiderült, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa az illetékes az ügyben, és neki kell emiatt írni, és e-mailben megfelelő, úgyhogy egy e-mailt küldünk el, arra küldünk el most a biztonsági tanácsnak, ahol nyilván becsatoljuk titkosszolgálaton a galaktikus nagytanácsot, és ugye ott a helysebesség miatt várni kell, az kb. 6 év időt majd válaszolnak, de az ENSZ-bétől gondolom gyorsabban fog. Az e-mail pedig úgy szól, hogy tisztelt ENSZ biztonsági tanács úr, vagy úrhölgy, tisztelt ENSZ biztonsági tanács úr, és úrhölgy. Ma 2023. augusztus 20-án 15 órakor Magyarország fővárosában Budapesten, a Városháza Parkban megalapítottuk a magyar kétfarkú kutya pártállamot. Kérjük ismerékre az országunkat, szuverén államnak, egyúttal kérjük felvételünket a NATO-ba, az OPEC-be, a G7-be és az Afrikai Unióba is. Üdvözletek, napjákápé, társadalokai, Prémos el is küldön az e-mailt most. Tudunk erről az új államról. A magyar kétfarkú kutya pártállamnak az államformája az a Városháza Park formájával megegyező. Tehát ezt így tisztázzuk az elején. És közben meg szeretnénk felszólítani mindenkit, hogy fogadja el az új állam még ki nem alakul szabályait. Elfogadjátok? Ezt a néppel könnyű lesz? Oké. Van azért bár dolog, ami biztos. Például jó kapcsolatokra törekszünk itt a szomszédos madácstérrel, és velünk meg a Dohány utcával a szövetségben valószínűleg a beárteret tudjuk majd anekelni hamarosan. Jó hírünk van a határon élő magyaroknak is. Ők azok ugye, akik a határon belül élő, vagy a határon túl élő magyarokkal ellentétben nem rendelkeznek állampolgársággal, így századok óta a határon mászkálnak körbe-körbe. Ők természetesen azonnal megkapják az állampolgárságot az új államunkban. Az új államunk öko, bio, enyhén, sózsor, minden létformával barátságos. A kutyáknak és a vírusoknak pedig akkor mostantól szavazati jogunk van, és szerintem kerés itt a kutya, de remélem, hogy örülnek neki. Végrehajtjuk természetesen az időjárás reformunkban, ugye az egynapos évszakok, hogy ne unjuk meg se a meleget, se a hideget, ez ugye akkor mostantól elindul. Csökkentjük természetesen az adót, és marilizáljuk az, lehet, hogy ezzel várjuk meg a nemzetközi elismerést. Úgyhogy elkezdjük akkor az új államot egyelőre, és van még azért egy pár feladat. De akkor kezdjük a legfontosabban, mi legyen a hivatalos nyelv? Tegye fel a kezét, aki beszél magyarul. Jó, oké, akkor magyar lesz a hivatalos nyelv, az egyszerűség kedvéért. A másik legfontosabb? Pénz, azaz vegyünk fel egy kurva nagy hitelt. Igen! Ugyanakkor ugye az államunknak a hosszú távú cél, hogy a közgazdászok elhagyják az államot, majd az egész bolygót. Ezért első lépésként bevezetjük a kupaszt. Ha ismeritek ezt a két méteres kődorom, amit ilyen rulakon vittek végig még régen. Mindenki fog kapni egyet, ami a pénzt maga mehet. Vannak így terveink, de azt így a nap során majd így csepegtetjük. És a harmadik legfontosabb a pénzem, meg az ilyesmi kívül egy új államban, hogy a rend. Nyilván a rend, rendnek lennie kell. Mi az új államunknak a rendvédelmi szervét intézőknek hívjuk, és akkor szeretnék feleskedni őket. Oké, nem kell, csak feleskedjetek az új államra. Tényleg ismételjétek, amit én mondok. Én Kovács Béla. Születtem 1980. március 22-én. Kiskunfélegyházi lakos. Pontos címem Külső Gácsor utca 123 helyrajzi szám.
Na jó, hogy érdem. Kutyám neve Duksi. Ünnepélyesen az államra felesküszöm. A sikert és lehetett bátorat. És a átadnál a szót a szóvivőnek. Tisztelt polgártársak! Társelnökök, elnök különgépek, gépesített hadosztályok, osztályharcosok, harcos amazonok, amazóniai őserdők és legfőképpen én. Itt állunk most. Szóval aki ül, azt kérem álljon fel, mert itt állunk most augusztus 20-án. Azon a napon, ami úgy fog bevonulni az általunk írt, vagy lefóliázott történelemkönyvekbe, mint 8-20, mint a nap, amelyen magyarok milliárdjai találtak új hazára. Ahol nem a mi gazdasági növekedésünk lassú, hanem a másoké túl gyors. Ahol minden gyakhoz jár egy búvárkund. Ahol a haza lesz az első betű az ABC-ben, és ahol országgyűlési képviselők a nyári ülésen dolgoznak a CBA-ban. Ahol az egészségügy magánügy, és a közoktatás tutoriálok végzik. Ahol szelektív kukákba gyűjtjük a politikusokat, ahol a közvélemény kutató cégeket is 4 évente választjuk, ahol a nők nem mosogatnak, csak kiaítják a koszos edényt az ablakon, ahol a férfiak nem hajítanak ki nőket, sőt, helyettük szülnek, ahol a Balaton nem csak hungarikum, hanem unikum, egészségetekre, ahol az állampapírból cigit is lehet tekerni, ahol joga van két embernek szeretni egymást, de csak ha az egyik titokban minket szeret. Ahol mindenkinek joga van a jövőjéről dönteni, ezért mindenki rendelkezhet róla életében, hogy halála után is ránk szavaz. Ahol aki nem szeretné, hogy melegek örökbe fogadjanak, az fogadjon örökbe egy meleget. Ahol a fociból is lehet érettségizni, sőt, csak abból lehet. Mindezt megígérjük, mert az ígéret szép szó, és ígéretben kormány még nem bukott bele. Lehet, hogy majd kinevetne. Lehet, hogy majd nem veszik komolyan, sőt, lehet, hogy áldom ellenes tevékenységnek titulálják új államunkat, de ne törődjetek vele, mert ha vicc az ország, mi viccből börtönbe megyünk. Az ENSZ biztonsági tanácsa se írt még vissza. Brüsszel is bekosztolt. A NATO, ha szembe jön az utcán, átmegy a túloldalra. A miniszterelnökségtől pedig csak egy automatikus válasz üzenet érkezett, miszerint a kért állami gondoskodást nem kapcsolható. Olyan idők ezek, hogy a Szent István még élne, csak szentségelne. Olyan idők, amikor nyugati szél fúj, keleti gáz bugyog, az északi modell pedig megfigyelhető a déli pályaudvaron. Olyan idők ezek, amikor aki gyáva, árnyékkormányt hoz létre, de aki bátor, az államot. Az örök élet most kezdődik, mert a vicc már nem viccel. Felkértük a DK-t, hogy legyen az új államban is a legnagyobb és legbeszédtelenebb ellenzék. Felkértük a Fideszt, hogy legyenek ők az új viccpárt, de nem esett le nekik. Felszólítottuk az MSZP-t, hogy alapítson utódpártot. Felszólítottuk a Párbeszédet, hogy találja meg önmagát. De mire válaszoltak volna, egy részük belépett a DK-ba, a többiekkel pedig egy újabb pártszakadás végzett. Felkértük a Momentumot, hogy menjen le vidékre, vagy legalább jöjjön le Budáról. Aztán menjen le vidékre, és maradjon is ott. Felszólítottuk a Mi Hazánkat, hogy alapítsanak megáron kocsmákat a belvárosban, és definiálják rovás írással a Mi és a Hazánk szavak jelentését, vagy kérjenek letelepedési kötvényt a Siriusra, vagy lépjenek be őket a DK-ba. Felkértük a Jobbikot, hogy a következő kampány előtt töröljék a keresési előzményeiket. Ha valaki kimaradt, sajnáljuk, és felkérjük, vagy felszólítjuk, hogy lépjen be ő is a DK-ba. Örök élet, ingyen sör, bármit megígérünk mindenből. Talpra magyar, lábhoz kutya, éljen a haza, mármint a miénk, éljen az állam, mert ez a miénk, éljen a haza, de csak is a miénk, éljen az állam, mert ez csak is a miénk. Magyar barátaim, honfitársaim, kedves törpök, orkok,
elvtársak. Nem csak azért gyűltünk be össze, hogy, hanem minden másokról is kifejezett. Annyiszor elmondjuk már egyéb alkalmakkal, most sem lesz ez másképp, elmondjuk, ha kell újra, és újra, és újra, addig, amit szükséges. Államunk több mint fél órája tartó zivataros történelmében voltak hullámhegyek és hullámvölgyek egyaránt, de ez ne tántorítson el senkit attól, hogy méltóképp ünnepelhesse ezt a felejthetetlen napot. A napot, mikor sorsunkat kézbe véve, egymással fej-fej mellett kitartva, közös erővel építhetünk büszke új országot, szép új nemzetet, boldog új élet. Múlt, jelen, jövő. Három alapillére a világ mindenségnek, amelyeket még soha egyetlen kultúra sem tudott megfelelni. Ahogy Atlantis Georgios, a híres ókori filozófus is felismerte, úgy már teljesen egyértelművé vált, hogy a nemzet számára nincs más út, mint az út, mert az út maga az ki. This is the way, ahogy a nagy szíriuszi rabszolgalázadás idején hallhatták az elnyomók ezrek torkából zengeni az igazszó. Mondhatom, örömmel szemlélem hazánk népében a lelkesedés, mert veszedelem fenyegeti szegény, elárult hazánkat. Új veszedelem, melyhez hasonló évkönyveink nem mutatnak, melynek láttára némelyek kicsinhitűek a fővárosban azt mondták, hogy a magyar nemzet napjai megszámítvák. De én azt mondom, ez nem igaz. A nemzet még csak most kezdődik igazán. Hazám fiai és egyéb neműek. Tegyük fel magunknak és másoknak is a kérdés, milyen országban szeretnénk élni. Olyan országban szeretnénk élni, ahol mindenki lehet valaki, senki sem akárki, és bárhol lehet bármi. Aki itt él és élni fog, egészségesebb lesz, mint egész Kína egybevéve, szebb lesz, mint a tavaszi esősebben tükröződő vadvirágos rét illata, és háromszor okosabb lesz, mint egy hatodikos. Ha itt élsz, és sokat vagy vidéken, kifejlődhet az agyad, nyithatsz cukrászdát keserű váradon, szabadon dönthetsz a hajszínedről az észszerűség határain belül, és kívül egyaránt. Kívánjuk a jövőben a nagyon jó biztonságot, jó problémokat, kevés köcsögök és a rossz emberek teljes hiányát. Itt ne folyjon infláció a rendszerben. Legyen tánc, és csak 12 hónap. Képzeljünk egy országot, ahol Szabóné mindig nyer a lotton, és Árpád népe hely. Legyen egy álmunk, legyen egy közös látomásunk, ahol nem kerítésből van a kolbász, a kumplileves az kumplileves, és az illegális dolgokat végre vetnünk be. Tisztelt barátaim, akarjunk egy jó nagyot. Honfitársaim! Ti a kollektív tudati termesztő mocsarából kitörni kényszerülő, nagyszerű harcosok. Nem mehetünk el néma cinkottsággal a globális problémák mellett, melyek a múltban aláaknázták a józan ész és a jó ízlés rögös, ám mégis oly gyönyörű ösvényeit. A tűzijáték nem nézés, ősi hagyományait követve, az idén is, ahogy eddig minden évben, együtt ne nézzünk ki játékot. Ezzel erősítve közösségünket, hogy töretlen lendülettel tudjunk haladni egy biztonságosabb, megfizethetőbb, tisztább jövő felé. Ne ássuk magunk alatt a fát, ne fokozzuk a káoszt, ne a tűzdel játszunk, hanem egymással. Tanulva a múlt súlyos hátrányaiból, mára már világos, hogy ezen a téren hibát követtünk el, mikor figyelmen kívül hagytuk, hogy a reakció visszaél a lehetőségekkel. Ezt a hibát most gyorsan jóvá kell tenni azzal, hogy változtatunk eddig módszerünkkel. Ezután, ha eléggé akarjuk, és megfelelően hiszünk is benne, akár kétszer, vagy háromszor is nem nézhetünk tudjátok.
Tisztelt egyben ültek, kedves mindenki! Kedvem tele érzéssel, még sok mondani való volna hozzátok, de az érzés elfoltja, hagytam a szót. Legyen több valami, legyen minden jobb!